horgász szakmában eltöltött majd 20 év alatt megtanultuk, hogy csak egyre több munkával és egyre nagyobb szakértelemmel tudunk olyan termékeket létrehozni, amelyek sokak horgászatát tehetik még eredményesebbé. Azt szeretnénk, hogy a horgászatra szánt időt, amely lehet akár csupán néhány óra, boldogan, sok-sok élményt begyűjtve töltsék el a horgászok a vízparton, haldunálló termékeket használva. A horgászok öröme, elégedettsége a legjobb visszajelzés számunkra. Legyen szó bármekkora halról, mi épp úgy örülünk neki, mintha mi fogtuk volna, ha ebben egy kicsit is segíthettünk. Remélem, az elmúlt években sem dolgoztunk hiába, és sokan szavaznak bizalmat a 2016-ban forgalomba kerülő újdonságoknak. Elsőként a nagyhalas horgászathoz kifejlesztett termékeket kívánjuk bemutatni Haskó Tamás és Kerekes Ernő kollégám segítségével. Srácok, úgy gondolom, hogy egy igazán mozgalmas évet tudhatunk magunk mögött. Sikerült talán még a 2014-es évet is felülmúlni? Hát Gábor, igen, mindenféle túlzás nélkül állíthatjuk, hogy még eredményesebb évet zártunk, mint az előző volt, hiszen új rekordok születtek. Tomi, melyik fogásodra vagy a legbüszkébb? Ami a háttérben is látható, a csatornán történt forgatásunk közben sikerült megfognom új egyéni amúr rekordomat, amely 22,5 kg immárom. Erre joggal lehet büszke, hiszen vadvizen egy ekkora csodálatos hal kifogása az valóban nem hétköznapi élmény. No, de itt van nagyhalas csapatunk másik rutinos tagja, Ernő, aki ugyancsak sok nagy testű halat csalt horogra. Melyek ezek közül a legemlékezetesebbek? Igazából, ami nekem legemlékezetesebb, az az őszi túrán volt, ahol sikerült fognom egy 30 kg feletti tokot, amelynek pontos súlya 31,8 kg volt. Ugyanezen a túrán az új Spicy Red Liver termékcsaláddal sikerült fognom egy 18,4 kg-os pontyot, amely az ottani tőzegtavi rekordom egyben. Ti csak a jéghegy csúcsát említettétek eddig, és a legkiemelkedőbb fogásaitokról számoltatok be, holott tudom nagyon jól, hogy hány különböző helyszínen voltatok az országban, milyen nehéz terepeket oldottatok meg sikerrel, és azt látom, hogy minél több helyszínen jelentek meg, egyre magabiztosabban, egyre jobb fogásokat felmutatva tudtok abból tovább lépni. Jól látom ezt, Tomi? Az előző évek eredményeiből is jól látszódik, hogy minél többet horgászunk, annál több új tapasztalatot teszünk szert. Ennővel nagyon szeretjük és keressük az új vizeket, és nem érdünk meg a nehéz terepektől sem. Túráink legfőbb feladata, hogy megtaláljuk azokat a megoldásokat, amivel növelhetjük a halfogás hatékonyságát, hiszen az átlag horgásznak sincsen több hete arra, hogy a vízpartot töltsön egy-egy szebb hal megfogásáért. Ennek a munkának az eredménye testesül meg ezekben az új termékekben, amelyeket büszkén mutatunk be évről évre a nagy közönség részére. Azt tapasztaljuk, hogy a vásárlóink ezt a tevékenységet nagyon nagyra értékelik, erről árulkodik ugye a sok pozitív visszajelzés is, amit ezúton szeretnénk nekik megköszönni. Éppen ideje, hogy megismerkedjünk az újdonságokkal. Ernő, mutasd be kérlek, első számú kedvenced. A palettáról hiányzott egy fűszeres májas ízvilág, ami ugye Magyarországon, illetve a környékbeli vizeken is keresett íz, amely nem más, mint a Spicy Red Liver Boily, azaz fűszeres vörös máj, amelyet mi, mondhatom, nem kicsit tovább gondoltunk. Kézbe véve a boilit, erős fűszeres, intenzív illat jellemzi, de ami ettől sokkal fontosabb, az a beltartalom, amit egyedi, porállagú adalékanyagokkal értünk el, amelyek garantálják hosszantartó csalogató hatását és fogosságát is. A Spicy Red Liver, azaz fűszeres vörös máj alapja egy nagy tisztaságú májliszt, amelyet ötvöztünk kiváló minőségű roméreddel, amely más prémium kategóriás boilik egyik fő alkotóeleme is. Mint azt már korábban is említettük, a boilik kifejlesztése huzamosabb ideig tartott, ennek az egyik fő oka az volt, hogy szerettük volna a tökéletes harmóniát megtalálni a boili íz és aroma világa között. Hogy mit is jelent ez a gyakorlatban? A boilik illatát a mai világban a kiváló minőségű aromákkal belőni szinte nem egy nehéz feladat. Viszont az, hogy ez megfelelő ízzel is párosuljon, ne ez a titok nyitja. A boiliban éppen ezért kiemelt figyelmet szenteltünk a folyékony összetevők mellett az ízért felelős porállagú adalékokra is, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha ezt bedobjuk, azonnal kifejti a hatását a vízben, viszont ott nem ordít, tehát nincs túl aromásítva, így akár egy hosszabb horgásztúrán az ötödik napon is ugyanúgy foghatunk vele halat, hiszen a halat nem fognak eltelni vele, és vissza fognak térni az etetésre. Ezek alapján is jól látszódik, hogy álláspontunk szerint ebben a boiliban minden fontos alkotóelem megtalálható, amely egy jó fűszeres boilhoz szükséges. A termékpaletta a többi hízhez hasonlóan itt is teljes, azaz megtalálható a nagy dobozos, gazdaságos kiszerelésű boili oldódó és főzött változatban. Emellé párosulnak a közkedvelt bevonatos salizó bóljaink, ez is megtalálható oldódó és főzött kivitelben. Itt van mellette a lebegő, azaz pop-up csaljaink, ez szintén elérhető mind a két verzióban. Akik kedvelik a különlegességeket, azoknak ajánljuk a dipben ázó változatot. Ennek neve Carbolin Dip,
és emellett található az igazi nagyágyú, a Big Wafters 24 mm-es kikönnyített csajzóbóli az igazi óriásoknak. A túráink további fontos tartozékai, a dip, illetve a paszta. Ezeket soha nem hagynánk otthon. Valamint 2016-tól megtalálható a Kelp Syrup szériában is. Aki további információkat szeretne a Spicy Led River termékcsaládról, azt tekintse meg a Nagy Pöngyök nyomában 12. epizódját. Tomi, az előbb már felvillant egy másik 2016 év újdonság, amely nem más, mint a Kelp Syrup termékcsalád. Ti az elmúlt év végén hidegvízi körülmények közepette egy igazán eredményes túrát tudhatatok magatok mögött, hiszen nagyon sok nagytestű, igazán szép pontyot fogtatok. Igen, azon a merenyei horgásztúrán egy a bolyis módszerben nem szokványos stratégiát választottunk Ernővel, miszerint kimondottan kereső horgászat rendezkedtünk be. Ennek volt az egyik kulcs szereplője a Kelp Syrup aroma. Lássuk! Tegnap este képbe került már egy újonc, ez nem más, mint a Hadrádó Kelp Syrup termékcsalád. Ez lenne az egyik, amit részletesen bemutatnánk, illetve hasznos felhasználási tippeket is adunk hozzá. Állagát tekintve ez egy folyadék. Mondhatnánk aromának is, de ez jóval több, mint egy sima aroma. Nem véletlenül kapta a Kelp Syrup elnevezést. Terméket kézbevéve, jól látszik, hogy egy nagyon sűrű szirupról beszélünk, amely széles felhasználhatóságot biztosít a céltudatos pontyhorgászoknak. Fajsúlyát tekintve egy nagyon nehéz aromáról beszélünk, így biztosan mederfenéken fog terjedni, ahol a pontyokat is meg szeretném fogni. Kimondottan ajánljuk bojlik extra aromásításához, főtt magvak ízesítéséhez, és ahogy mi is használtuk, stick mix rudacskák készítéséhez, ugyanis a termék 100%-ig PVA barát. Az aromák ízesítése jól illeszkedik a Hadrádó Kelp bojli termékcsaládba, tehát ugyanabban a 7 ízesítésben lesz kapható. Azaz Big Fish, Fermentix, Black Squid, az újdonságnak számító Spicy Red Liver, édes ananász, a White Tiger és a Green Pepper. Ráadásul ebből három, a Fermentix, az édes ananász és a Green Pepper extra mennyiségű flow színanyagot tartalmaz, amely plusz csáberőt jelenthet. Bemutattuk ennek a filmnek az egyik főszerepét, amely a Kelp Syrup volt, akkor most ismerjük meg a másikat is, ami nem más, mint maga a csali. Ezek az előző évben megjelent Spéci Korn termékcsalád megnövelt méretű változatai, azaz Spéci Korn Mega és a Spéci Tiger. Minden túlzás nélkül állíthatom, hogy a Spéci Korn termékcsalád volt 2015-ben a Hadrádó abszolút favorit, legnépszerűbb csali családja. Biztosan tudom, hogy nagyon sok féderhorgász sikeréhez járult hozzá. Nem volt kérdés számunkra, hogy ennek el kell készíteni a megnövelt, nagyobb méretű változatait, amelyek kifejezetten a céltatos nagyhal horgászathoz készültek. Kezdjük a sort a Spéci Korn megnövelt változatú verziójával, ez nem más, mint a Spéci Korn Mega. Ez 6 új ízesítésben kerül forgalomba, ráadásul az aroma választásos sem hétköznapiak. Találhatunk bele magyar betyárt, fehér rumot, epres kókuszt, exotikus annászt, nagy amúr, ugye ezt már ismerjük korábbról is, és pisztáciás csokit. Talán így felülről játszódik a legjobban, hogy mindegyik különböző színekben pumpázik, mindegyikben az alapszín a sárga szín, és ezt egészítettük ki az aromával harmonizáló flow színekkel. Az egyik különlegesség a fehér rum, amelyben a sárga alapszín mellett található flow szín is, ami azt jelenti, hogy éjszaka lámpafénynél feltöltve fluoreszkál. Következő szál a Spéci Tiger. Nagyon sok megkeresést kaptunk azzal kapcsolatosan, hogy mikor lesz a palettán elérhető a gumi tigrismogyoró imitáció. A Spéci Kornhoz hasonlóan itt van ő is, 4 darab alap barna szín található egy-egy dobozban, és az ízesítéssel megegyező 4 darab fluószín. Ebben az ízesítések nagyhal, édes tigrismogyoró, kókusz, exotikus tigris, fermentix és chili tintahal. Ez utóbbi egy nagyon erős, csípős, fűszeres aromát kapott. Ami a két termékcsaládban közös, az az, hogy a hagyományos Spéci Kornhoz képest a csali felhajtó ereje 3,5-4-szerese. Ezen csali imitációk használhatóságát és létjogosultságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy olyan körülmények közepette is helytállnak, szó szerint helytállnak, amikor minden más csali elvérzett volna. Milyen szituációk ezek?
Gyakran horgászunk olyan vízterületen, ahol egyébként sok az egyéb zavaró hal, ilyen például a törpeharcsák vagy apró keszegek, amelyek előbb szétszednék a csalit, mielőtt egy termetes hal odaérne. Erre az egyik legjobb példa a dr. Pula István barátunk által készített film, amelyben jól látható, hogy egy apró halaktól szinte terített, nyüzsgő medelfenéken is tudott ezeknek a csaliknak a segítségével csodálatos nagytestű pontyokat fogni. Azok a szkeptikusok, akik azt hiszik, hogy ezek a csalik kizárólag csak nagy halsűrűségű, intenzíven telepített tavakon működnek, azonnak javaslom, hogy nézzék meg a Vadvízi Kalandok című filmsorozatom legfrissebb epizódját, amelyet Szári Zsolttal Magyarország legnagyobb állóvizén, a Balatonon forgattunk. Itt olyan páratlan víz alatti felvételekkel sikerült bizonyítani a megaspécikón fogosságát, amely nem kíván további magyarázatot. És csak a jobbosból, kapás. Várjál, Zsolti, közben kapáson van. Nagyszerű. Nagyon szépen elhúzta. Ja. A másik zsinon belazult, ez meg szépen görbül tovább. Tükrös. Egy izmos tükrös. Annyi különbséggel. Nagyon szép, ez se friss telepítésű hal, egy nagyon szép itt kifejlődött. Érdekes, hogy a pelet az ennek sem kellett, viszont föltettem a megaspécikont, az már tökéletesen. És azt vette föl. Uh-huh. Most ezek a gumikukicák, ezek nagyon ízlenek ezeknek a halaknak. A nagyhalas ponthorgászathoz kifejlesztett termékek után térjünk át egy hozzám kicsit közelebb álló, főként a finomszerelékes, féderes ponthorgászat újdonságaira. Ebben segítségére lesz kollégám és horgászbarátom Sipos Gábor, aki már második éve cégünk főállási munkatársa. Gábor, hogy érzed magad ebben a közegben, hiszen most már a másik oldalról szemlélheted mindazt, amit eddig kívülállóként éltél meg. Így van, kíváncsisággal tele és nagy lendülettel vágtam bele ebbe a munkába, ami már szinte életformámmá vált. Az eddigiektől lényegesen többet tudtam vízparton tölteni, aminek egy része versenyzésről, versenyekről való felkészülésről és termékfejlesztésről szólt, de ami még nagyobb büszkeséggel tölt el, hogy filmjeimen, írásaimon keresztül bemutathattam azokat a hozzám közel álló technikákat, módszereket, amelyekkel talán még több eredményesek lehettek. A számos új termék közül kezdjük a sort a Flow Energy újdonságaival, hiszen ha jól tudom, ez a te személyes kedvenced. Ez nem csak hogy személyes kedvenced, hanem ezeknek az aktív kifejlesztésében és bemutatásában is már komoly szereped jutott. Igen, ez pontosan így történt, amelynek a végtermékei itt láthatók az asztalon. 2015 elején bemutatott Flow Energy termékcsalád 4 tagú volt, amely 2016-ra 2 taggal bővült. Ezek nem mások, mint a csilis tintahal és a fekete erő. Az előbbit már 2015 nyarán forgalomba hozhattuk, hiszen annyira meggyőzőek voltak a tesztjei, hogy indokolatlan lett volna még fél évet várni rá. Gondolom ezért sok horgászunk hálás lehet. Ennek a termékcsaládnak az első bemutatójára egy forró nyári napon került sor. A zacskót kibontva először a tintahal jellegzetes illata csapja meg az orrunkat. Végül is nem is illat ez, lehet mondani szagnak is, az emberi orrnak nem igazán kellemes. Viszont érezni mellette a fűszereket is, de egyből a tintahal elnyomja. Viszont megkóstolva, kicsit megforgatva a szájba, hamar elkezd csípni a csili. Érezni, hogy nem egy átlagos etetanyagról van szó. Bocsánat, most több lögetek egyet. Nem ajánlom, hogy kóstolgassák, de hát akinek bizonyíték kell, hajrá! Az etetőanyag színe ilyen téglaporszerű. Szemcsézete, ahogy az összes többi Flow Energy etetőanyagnak, finom szemcsés, homogén. Ez azért fontos, hogy a kosárba egyenletesen tudjon kioldódni. Íme itt már bekevert állapotban látható. Természetesen rostán áttörve lehet teljesen homogenizálni a még vizesebb szemcséket. Tökéletesen tapadó etetőanyagról van szó. A vízben pedig intenzív, élénkvörös felhőt képez. A Flow Energy termékcsaládra jellemzően ez az íz is megtestesül Fluo Micromethod Feed Pellet, Fluo Flavor és Fluo Essencia formájában, sőt, kifejezetten ehhez készítettünk egy csípős pécikoncsalit is.
Ha még több információra kíváncsiak, tekintsék meg a Csilis Tintahal az Úgy családta című filmemet. És itt van a 2016. év igazi újdonsága, a család legújabb tagja, a Fekete Erő. Ez szintén áll Flow Flavor aromából, sűrű pumpás eszenciából, az egyik legkönnyebben használható termékünkből, a Flow Micrometod Fit pelletből, és természetesen a Fekete Erő etetőanyagból. Ha megszagoljuk, nem véletlenül ismerős az illata. A Flow Energy termékcsalád eddig arról volt híres, hogy mind színben, mind ízben nagyon figyelemfelkeltőek. Nos, ezeknek gyökeres ellentéte az új Flow Energy Fekete Erő. Ez a keverék, ez olyan fekete, amilyen fekete csak lehet. Természetesen a vízben már látványos, hiszen oldódás közben teljesen olyan hatást kelt, mint a felkavarodott ajzat. Ez felkelti a hal figyelmét, de ugyanakkor elaltatja a gyanakvását, hiszen természetes dolgot lát. Megosztok még egy műhely titkot erről a keverékről. Ez nem más, mint a 7 éve legsikeresebb haldurádó etetőanyag, a peletes fekete, finom szemcsés, kifejezetten metod technikához adaptált változata. A peletes feketével szemben ez szinte robbanásszerűen oldódik ki a kosárból, ami a metod technikához elengedhetetlen. A peletes fekete már bizonyított, de mint tudjuk, a jót is lehet még jobbá tenni. Ennek az ékes példája ez a keverék. Az etetőanyag megnövelt halliszt és halolajtartalma csábító a pontyok számára, az év bármely időszakában eredményesek lehetünk vele. Azonban, ha nem lennénk elégedettek ennek a keveréknek az aromatartalmával, akkor a Flow Flavor Fekete Erő aromával tovább gazdagíthatjuk azt. Ahogy az összes Flow Energy etetőanyag ízében, ugye a Fekete Erő ízvilágban is készült Flow Essencia, amely nagyon magas halolajtartalommal bír, így szinte kirobban a kosárból. Elég egyetlen csepp ebből az aromából ahhoz, hogy a halolaj robbanásszerűen elkezdjen oldódni, és akár távolról is a kosarunk közelébe tudja csalni a pontyokat. Erre a természetes hal ízre mindig vevők a pontyok. Mint azt láthatták, ez villámgyorsan terjed a vízben, de használat közben ez azért nem működik ilyen drasztikus gyorsasággal, hiszen a pelletszemek vagy az etetőanyag szemcsék lerögzítik, kicsit megfogják ezt az aromát, és a kosár belsejéből folyamatosan törnek elő, folyamatosan pattannak fel ezek az olajcseppek. Ugyanebben a filmben már feltűnik egy másik 2016-os újdonság is, a spécimaggot, ami a finomszedékes metodozás új alternatív csalajaként szolgálhat. Ennek a csontimitációnak az alapjául is a tavalyi év sikerterméke a spécikon szolgál. A kettő között a formán kívül annyi a különbség, hogy ez lényegesen rugalmasabb, puhább szerkezetű, annak érdekében, hogy a horogra is lehessen tűzni. A gumicsonti előnye az élőcsontival szemben, hogy az apró halak ezt nem tudják leszedni a horogról, nem tudják szétrágni, és nem tudják befordítani a szájukba. Ezzel időt nyerhetünk, amíg a nagyobb testű dévérkeszegek, illetve a ponty odaér. 6 népszerű ízben kerül forgalomba: vajsav, ananász, narancs, nagy dévér, eper és naturváltatokban lesz kapható, és amint itt jól látható, mindegyik tégely 4 különböző színváltozatot tartalmaz. Egy fontos információ maradt még a végére, mégpedig az, hogy a spécikonhoz hasonlóan ez a csali is lebeg, így akár önmagában egy horgon felkínálva is kikönnyített csaliként szolgálhat, de használható más csali kombinációk balanszírozására is. Ha az itt elhangzott információ felkeltették az érdeklődésüket, ajánlom figyelmükbe a Finom Metod című filmemet, amely kiváló alapként szolgálhat akkor a tavasz induláshoz. Évek óta az egyik legsikeresebb és legnagyobb darabszámban eladott etetőanyag családunk az előttem található Fermentix. Ez egy igazán kurrens, előre bekevert, megnedvesített, komplett kész etetőanyag. Tehát tulajdonképpen a zacskó felbontása után azonnal a kosárba nyomható. Ráadásul akár csalizásra alkalmas kukorica és búza szemeket is tartalmaz. Az etetőanyag igazi különlegesség azonban nem ebben rejlik. Abban a gyártás technológiában, amelynek köszönhetően egy teljesavas kultúrát hozunk létre, amely főként a felmelegedett nyári időszakban rendkívül hatékony a ponty és amúl horgászata során. Azonban már ez sem teljes egészében állja meg a helyét, ugyanis készítettünk egy olyan változatot, ami az átmeneti időszakban a felmelegedő és a lehűlő vizekben is egyaránt hatékony. Ez nem más, mint a teljesavas édes fűszeres.
És itt van mellette rögtön a 2016 évi újdonság, amely a 6 tagúra bővült család legújabb tagja, amely nem más, mint a teljesavas ananász. Az ananász egyébként évek óta a Haldorado termékek között, a csalik között és az eredetanyagok között egyértelműen az egyik legsikeresebb. Így nem kérdés, hogy ebből a termékcsaládból sem hiányozhatott. A termékfejlesztések során kényesen ügyelünk arra, hogy a népszerű és fogós eredetanyagok mellé igazán hatékony csalikat is kínáljunk. Végre sikerült azt a hatékony technológiát megtalálnunk, aminek a segítségével az eredetanyagokból ki tudtuk vonni azokat az értékes összetevőket, amelyek segítségével elkészíthettük a Fermentix oldódó peleteket. Így tulajdonképpen egy-egy szembe bele tudtuk sűríteni az eredetanyagoknak a lelkét, a velejét. Ez koncentrálódik egy-egy ilyen kis peletben. Mivel ezek a csalik már az elmúlt év őszén forgalomba kerülhettek a teljesavas ananász kivételével, így volt idő elkészíteni az ezeket bemutató filmet is, amelynek címe Fermentix ősszel. Ez Sipos Gábor közreműködésével készült el, amely további hasznos információkat tartalmaz, nem hétköznapi halak kíséretében. A Haldorado 2016-os újdonságai között elérkeztünk azokhoz a termékekhez, amelyek kifejezetten a céltudatos, gyors, szelektív nagyhalas horgászathoz lettek kifejlesztve. Ennek igazi szaktekintélye a csapatunkon belül a mellett ülő Puc Tamás horgász barátom, akinek számos nagyszerű írása és egy közösen forgatott filmünk a kellő bizonyíték erre. Tomi, az asztalra tekintve egyértelműen látszik, hogy különféle peletek, kavalkádja van előttünk. Kérlek szépen, mesélj ezekről nekünk. Mielőtt a termékek bemutatásába kezdenénk, hadd osszak meg néhány fontos gondolatot az általam képviselt horgászmódszer alapjairól. Az én mindenkori célkitűzésem, hogy megpróbáljam kiválogatni az adottó nagy testű példányait, viszont ez semmiképpen sem azonos a bojlizással. Hiszen számomra nem több nap, vagy akár egy hét áll rendelkezésre, hanem csupán maximum 6-12 óra. Ennek a szelekciónak az egyik leghatékonyabb eszköze a különféle peletek alkalmazása. Ha itt körbenézünk, találhatunk etetésre és csalizásra egyaránt alkalmas változatot. Én ezeket előszeretettel használom, ezeket tekintem a siker egyik kulcsának. Kezdjük elsőként a pelet pakkal. Sok évvel ezelőtt ez volt az a termékcsalád, amely elindította a lavinát. Tulajdonképpen a magyar piacon elsőként megjelenő olyan etető pellet volt, mely maximálisan a nagypontyok horgászatát hivatott segíteni. Időközben ennek számos változata jelent meg, viszont népszerűsége töretlen. Ezt most egy olyan új ízvilággal bővítettük, melynek alapját a Haldorado Carboily széria adta. Ott az egyik legnépszerűbb ízesítés a Black Squid, vagyis a fekete tintahal, ez mostantól a féder horgászok számára is elérhető. A már megszokott módon ez a termék is a következő összetevőket tartalmazza. Áll egy ízesített ragasztóporból, illetve a saját ízazonos Black Squid aromájából, mely meglehetősen sűrű és tömény, illetve hát az egésznek a lelke, a különböző oldódási idejű és összetételű pelletszemek, melyek közül a leglátványosabb a Hollywood pellet. Ez a termék önállóan is könnyedén kosárba tölthető, azonban javasolnék két olyan másik változatot, melyek leginkább etetőanyagok feljavítására és azok beltartalmának dúsítására szolgálnak. Az egyik a Fermentix, amely egy kifejezetten nyári ízesítés, míg a másik a csilis tintahal, egy univerzális, egész évben használható változat. És végre elérkeztünk egy olyan különleges termékhez, amire azt hiszem mindketten joggal lehetünk büszkék. A Haldorado prémium kategóriás oldódó flow levegő pellet családja már jó ideje nem bővült, hiszen nagyon nehéz a nagynevű elődök mellé olyan csalit tenni, ami fogosságban felvelti azokkal a versenyt. Azt hiszem, ez most mégis sikerült. A kék fúzió fantázia névre hallgató új családtag, biztos vagyok benne, hogy 2016-ban nagyon sok horgász számára fog örömet okozni, és akár életük fogásához hozzásegíteni őket. Tomi, mit kell tudni a fluo oldódó levegő pellet család új tagjáról, a kék fúzióról? Nézd Gábor, te is tudod, ennek a csalinak az alapötlete 3 évvel ezelőtt született meg, és azóta több száz óra horgászat van benne. Rengeteget próbáltam különböző vízterületeken, melyek során folyamatosan változott, csiszolódott az összetétele, még nem elérte azt a végső formáját, amivel mi is elégedettek voltunk. 3 fő dolog jellemzi leginkább ezt a pelletet. Az első, és talán a legszembetűnőbb, az a Haldorado palettán szokatlan kék színe, illetve egyedi illata, valamint karakteres íze, aromája.
A tesztek egyértelműen bebizonyították, hogy amikor három különböző színváltozatban készítettük el ezt a csalit, sárga, fehér és kék, az esetek döntő többségében ez a színváltozat talált elsőként gazdára. Ennek valószínűleg az az oka, hogy ez a visszafogott, sötét, de vízben mégis jól látható tónus sokkal hamarabb elaltatja a halak gyanakvását. Miközben téged hallgattalak, folyamatosan ezt a peletet szagláztam, nehezen bírok betelni azzal a különleges illattal, ami ezt jellemzi. Én nagyon jól tudom, hogy miből áll ez össze, de mégis, Tomi, mit lehet ebből elárulni? Mi adja ezt a különleges ízharmóniát és ezt az egyedi illatot? Ez a pellet gyümölcsös, de nem egyfajta gyümölcs, hanem több, szisztematikusan összeválogatott trópusi gyümölcs aroma keveréke. Mégis mitől fúzió ennek a csalinak a neve? Nos azért, mert a gyümölcsösséghez egy különleges, finom, fanyar ízhatás is társul. Nagyon fontos még megemlíteni, hogy ez a csali hallisztet egyáltalán nem tartalmaz, ez egy nagy energiatartalmú, édes, folyamatosan oldódó és lebegő csali. Jó volt, Tomi, ezeket a képkockákat visszanézni, de hogyha tovább információra kíváncsiak ezzel a csalival kapcsolatban, vagy ha olyan hasznos praktikákat és tükröket szeretnének megnézni, amelyek az első tavaszi horgászaték során is segítségükre lehetnek, akkor mindenképpen tekintsék meg ezt a filmet. A minőségi etetőanyagok és csalik fejlesztése mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk az adalékanyagokra is. Folyamatosan keressük azokat az anyagokat, amelyek a horgászatot még hatékonyabbá tehetik. Nagyon érdekes, hogy ezeket nem mindig a horgászat vonzás körében találjuk meg, gyakorta például az élelmiszeriparból tudunk átemelni olyan ötleteket és olyan hatékony termékeket, amelyek például a ponyhorgászatban is rendkívül jónak bizonyulnak. Így nem véletlen, hogy olyan termékek vannak előttem, amelyek a hidegen sajtolt kukoricacsíra étolaj előállítása során keletkeztek. Ezek egyike a hidegen sajtolt kukoricacsíra pellet, míg a másik a Gold Corn Cream Fantasia névre hallgató termék. E két termék garantáltan a kukorica legértékesebb összetevőit tartalmazza, amelyet nem kell magyarázni, hiszen a hatékony ponty és amúrhorgászat elképzelhetetlen nélkülük. A pellet kiváló alapozóeretéshez és csalizásra is egyaránt, míg a Gold Corn Cream pedig főként csaligyurma készítéséhez ajánlott. Mind ahogy ezt egyébként már be is mutattam az elmúlt év nyarán megjelent Kukricás praktikák a modern ponthorgászatban című filmemben. E kiváló termék most egy újabb ízesítéssel, eperes ízváltozatban került forgalomba 2016-tól. A Haldorado márka név már néhány éve nem csak a minőségi csalogatóanyagokról, hanem azokról a professzionális kiegészítőkről is híres, amelyeket kezdő és haladó horgászok is egyaránt szívesen használnak. Elég csak itt körbenézni. Az ernyő, a haltartó, a tripod, a nagyszerelékes táska, vagy az itt mellettem álló hardblue-bot táska mind-mind olyan termékek, amelyek megkönnyítik a horgászok mindennapjait. Ráadásul ez utóbbi kettő már be lett mutatva egy korábbi filmben. De ne feledkezzünk meg, Gábor, azokról a hasznos apró cikkekről sem, amelyek éppen a végszerékek elkészítéséhez nyújtanak nagy segítséget. Sajnos a filmünk véges, így ezeket részletesen nem tudjuk bemutatni, de mindenképpen érdemes felsorolni őket. Itt van a megújult, 7 különböző méretben elérhető Brax Pro fonott horogelőke zsinórunk, mindjárt mellette a Brax Longcast névre hallgató fonott dobelőke zsinórunk, ezeknek is szenteltünk már egy önálló bemutatót, de itt vannak a további hasznos apró cikkek. Minden túlzás nélkül állíthatom, hogy a csalitüske minden horgásznak hatalmas segítséget nyújt, hiszen nem kell többé használniuk fűzőtűt és toppert. Ennek végre elkészült az extra vékony változata, amellyel a legsérülékenyebb csalik is, akár élő csali is gond nélkül feltűzhetővé válik. Itt van mellette egy másik hasznos apróság, a fédelgyors kapos gyöngy, amely ütköző és egy gyors előkerőzítő is egyben, és a sort zárja a legnépszerűbb féderkosarunk, a Method Flat Féder mini változata. Ez utóbbi hasznos apróságok részletes bemutatója Gábor Finom Method című filmében tekinthetők meg. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, kívánunk mindenkinek rendkívül eredményes 2016-os évet Haldorado termékek használatával.